Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Jó estét kívánok, ez itt a Csat 2, el fog térni a Csat 1-től, a rendestől, amit megszoktak, de azt, hogy miben nem árulom el, hanem talán az adás végére kiderül, bemutatom a vendégeket. Jeszenszky Zsolt, Pittinger László Dopman, Nagy József és Magyar Dávid, és rögtön bele is vágunk. Négy témánk lesz, az első közülük az infláció. Az élelmiszerinfláció tavaly márciushoz képest a KSH jelentése szerint 42,6%-kal emelkedett. A dobogó legfelső fokán a tojás végzett. Ez a termék 74%-kal került többe, mint tavaly ilyenkor. 68%-kal emelkedett tavaly, 67%-tel a kenyérára. Legkevésbé a liszt és az étolaj drágult. Nagy Márton gazdasági fejlesztési miniszter a világgazdaságnak azt mondta, a márciusi inflációs adatok összhangban vannak a kormány várakozásaival. A javulás mérsékelt, de folyamatos és trendszerű. A szankciós infláció elleni vakcina szerinte eredményes. Ez Nagy József témája, ami azt jelenti, hogy ő vezeti fel a vitát, amennyiben lesz, mert számokról elvileg nehéz vitatkozni. Két mondattal fel tudom ezt vezetni. Hát trendszerűséget azt nehéz felfedezni akkor, amikor 25,7-ről 25,4-re és 25,2-re csökken az infláció. Az inflációban nyilván van szerepe a háborúnak, de akkor tudjuk értelmezni azt, hogy ebből mennyi a magyar kormány sara, hogyha összehasonlítjuk az európai inflációval. Márpedig a februári van meg nekem az uniós, Magyarországon volt 25,4%, az unióban volt 9,9%. Az élelmiszerinfláció februárban Magyarországon volt 47%, az unióban pedig volt 19,5%. A kettő közti különbség az a magyar kormánynak a sara. Azért van most már márciusi adat is sok az helyről. Most nem láttam. Eurozónás van, az 6,9%. Akkor az még meredekebb. Igen, a magyar 25,2%, az is nem tisztem, hogy vitatkozzak, de azért azt elmondanám, hogy ez trend. Tehát akkor 25,7-ről 25,4 lesz, és 25,2. Én azt a kifejezést használtam, ha nem, akkor elnézést, hogy szerény trend, ugye, hogyha egy 25 pluszos inflációnál 2, illetve 3, illetve 2,1%-ot csökken az infláció. Nem, Józsi, emlékszem, hogy fél perccel ezelőtt mit mondtál, azt mondtad, hogy nehéz trendről beszélni. Tehát nem azt mondtad, hogy szerény trend, hanem azt, hogy nincs trend. Akkor tartom. Kicsit nehéz helyzetben is vagyok, mert ugye voltál már a műsoromban is, tehát köztünk van egy nagyon régi kutya-macska barátság, de a nézők valószínűleg azt várják, hogy hát ha nem is fizikailag, de verbálisan azért essünk egymásnak. Én nem várom. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből az egészből, de valóban most már az első mondatoddal megcáfoltad saját magadat, amiben szintén van nálad nagy hagyománya, úgyhogy el kell, hogy mondjam, hogy valóban, hogyha 25 hétről 4, aztán 2, az trend. A trendfordulók azok úgy szoktak történni, hogy egy ilyen lassú tetőzés, és utána szép lassan elindul lefelé. De akkor az eurozónás infláció ugye az egy picit csalóka, hogyha ezt egy az egyben összehasonlítjuk a magyarra, mert meg kell nézni, hogy az infláció területi megoszlása hogy néz ki, és az egyértelműen látszik, hogy mondjuk ha húzunk egy vonalat az egykori vasfüggöny, helyén nagyjából, akkor onnantól keletre lényegesen magasabb az infláció volt, amikor mondjuk a Baltikumban, tehát a balti államoknálban volt magasabb, mint Magyarországon. Most Magyarországon a legmagasabb, és ezzel szó nincs arra, hogy én tagadnám, hogy magas. Messze a legmagasabb Magyarországon. Szó nincs arra, hogy tagadnám, hogy magas az infláció, csak egyrészt meg kell nézni a nagyobb képet, a nagyobb trendeket, másrészt mondjuk, akkor nekem is vannak adataim Svédországból, ahol éppen meg is tudjuk nézni szerintem. Az a keleti régió? Tehát erről van szó, hogy nem csak, ráadásul nem csak Kelet-Európában, hogyha egyrészt ugye Svédországban megszüntetik a boltokban az automata pénztárakat, ahol ugye az ember maga szkennel, mert annyira elterjedt a lopás, ezt egy svéd lapban olvashattuk, egy másikban azt is olvashattuk, hogy az áremelkedés miatt történik ez, és egy memót írtak a dolgozóknak, hogy vigyázzanak, mert megtámadták őket, életveszélyes fenyegetéseket kaptak a magas árak. Itt látjuk a svéd inflációt, ugye van egy 3 éves adat, itt például ilyenek a lakáshitelek 93%-kal emelkedtek, ott a szélén látszik a grafikon, hogy azért az emelkedésnek a döntő része az elmúlt egy évben történt. De ez mit jelent, hogy 93%?
Az infláció a lakáshiteleknél, a paprikánál 87%. Korábban volt 2%, és most lett 2+93% a kamat per év. Nem. Korábban volt 1%, és 1%-nak a 93%. A harmadik az ugye 65%-kal nem, került. Álljunk meg, ugye, te itt minősítgetsz engem, ez már önmagában végtelenül felcseszi az agyamat. Tehát a lakás... Igen, ezt szeretném, hogyha önmagamat cáfoltam. A témáról beszéljünk. Hát ez történt, Józsi. Tehát mondtál valamit, és utána azt mondtad, hogy nem azt mondtad, de azt mondtad. Jó, mindegy, te is mondtad. Egy kifejezés volt, amire nem emlékeztem pontosan, és azt tartom továbbra is, hogy 25,7-ről 25,4-re, onnan 25,2-re csökkenni. Tök jó kijössz belőle, és a Viktor is mellédel, mert volt egy korábbi helyzet, amikor hárman voltunk kettővel egy másik vitaműsorban, most hárman vagytok ti kettővel, ezzel sincsen baj egyébként. Yes, jó, te is mondtad. Ez egy olyan műsor, ahol érveket sorakoztatunk fel, de nem személyeskedünk. Ezt szeretném én is, ezért mutatom a táblázatot. Igen, szeretnék kérvelni akkor. De Laci, ne haragudj, de itt elhangzott egy szám az imént, hogy 93%-kal nőttek. Oké, de még nem is mondtam semmit. De hát én ezt szeretném megérteni, hogy mit jelent az. Lakáshitel kamatok. Majdnem megduplázódtak a lakáshitel kamatok. Jó, de akkor nézzük már meg, Magyarországot, jó? Nézzük meg Magyarországot. Az arány a lényeg, tehát az infláció. Az infláció az nem azt jelenti, hogy régen mennyi volt, lehet, hogy 1% volt, lehet, hogy 5, hogyha 1 volt, akkor most 2, ha 5. Egészen sikeresen tereled el a szót a magyar problémákról. Mindenképpen mindig találhatunk bárhol a világon egy országot, akinél nálunk lehet, hogy rosszabb körülmények vannak. És hogyha most a svéd infláció 8,4%. Most a magyar inflációról beszélünk, és a műsor hátralévő részében te Svédországról akarsz beszélni, akkor én azt kell, hogy mondjam, hogy te el akarod vinni a témát Magyarországról. Nézzük már meg, hogy a magyar alapkamat mennyire emelkedett meg most egy irgalmatlan rossz 13-18% körül finanszírozzuk az államadóságunkat, ez borzalmasan nagy teher lesz, nem most, 5-10 év múlva. Mennyiről emelkedett meg ez? 3-4%-ról? Az mekkora ugrás? Az nem 93%, az több 1000%. Én még emlékszem, nem olyan régen az volt a baj, hogy miért ilyen alacsony az alapkamat. Én nem mondtam, hogy az biztos. Ki oldalról ugyanez a kritika. Én ilyet biztos. Ha van sapka, ha nincs sapka, de nem csak Svédországról beszélnék, hogy örüljél. Amerikai adatot is akkor nagyon szívesen mutatok. A tojás ára Amerikában 130%-kal emelkedett egy év alatt. Erről van egy grafikonunk. Mennyi az infláció? Ha meg tudjuk mutatni. Amerikában mennyi az infláció? 5%. Most tehát azért mondom, hogy nem arról beszélünk. Náluk az is sokkoló, mert történelmi szempontból. Egy gondom van ez az egészen, meg közgazdászkodunk. Szerintem ez, én nem is nagyon értem, meg nekem ez a közgazdaság eleve egy ilyen varázslás, amivel az embereket vakítjuk. Egy pillanat, nekint van éppen a táblázat, most továbbugrod, de annyit szerettem volna elmondani az előzőről, hogy a svéd adatok 2020 januárjától 2023 márciusig, tehát 3 évre vonatkozott a 93%, tehát az nem egy inflációs adat. De még egyszer mondom, ha hagyjátok, hogy végigmondjam, és ezt az egész, amiért behoztam az ábrákat, mert eddig nem sikerült. A tojáshoz meg annyit fűznek hozzá. Azt is megmutattam, hogy az ábrán látszik ott a grafikonon, ott a szélén, hogy az emelkedés az utolsó időszakban, csak egyszerűen a nagy része. Valamiért a svédeknél így közölték az adatokat, ilyet sikerült találni. De a nagy része, tehát lapos volt, és utána így ment föl a görbe az utolsó egy évben. És nem az a lényeg, hogy most a magyar infláció helyett a svédről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy egyrészt ez nem egy egyedi jelenség, tehát nem az Orbán okozza, vagy esetleg Amerikában is az Orbán. Szerintem sem az Orbán. Nálunk ez egy régiós probléma. Ez a régió, ez együtt pontosan szokott mozogni akkor is, amikor prosperálnak, meg akkor is, amikor lezúzzák őket. A 2008-as válságnál is nagyon jól látszott, hogy amikor a centrum országokban baj van, akkor elkezdik a félperifériáról kivonni a pénzt, és akkor az mindig itt csapódik le. Tehát, hogyha jól megy, abból részesülünk, mert az lecsorog hozzánk, mondjuk nálunk jellemzően a német gazdaságból, ha rosszul megy, akkor meg mi szívjuk meg. Lávid, szerintem sem Orbán. És másfélszeres infláció van nálunk. Élelmiszerben is, meg általános. Jó, csak ez a másik lényeg. Egy kicsit hadd beszéljek most. Igen, most már dobtam. A következő van. Ugye van egy alapvető különbség a nyugat-európai országokhoz képest, hogy nincs euró. Na most ez eleve elszakít minket egy csomó mindentől. Ennek van egy taktikai megközelítése a magyar gazdaság szempontjából. Sokáig volt érdemes alacsony árfolyamon tartani a forintot, mert ugye kifelé exportáltuk a cuccokat, amiket itt gyártottak. Nem véletlenül gyártunk itt cuccokat, mert szeretik itt gyártani. Tehát van az Európai Uniónak egyfajta politikája velünk kapcsolatban. Na most az, hogy kialakul a világban egy olyan helyzet, amit most nevezhetünk háborús inflációnak, vagy akármilyen inflációnak,
Tudjuk jól, összetettség van a világgazdasági folyamatokban, pont magad mondtad, tehát ahogy ezek az összekötött ellátórendszerek ugye elkezdenek akadozni, nem működik megfelelőképpen a gazdasági tevékenység, az emberek meg az országok terrorizálják egymást, romlani fognak a folyamatok, leinflálódnak a pénzek, stb. Tehát ez tök érthető. Na most itt arról van szó viszont, hogy az infláció, amit van, csak azért akartam kérdezni, mennyiben a magyar kormánynak a felelőssége legyen, van benne felelőssége biztosan. De egy a kérdés, mikor mondjuk ársapkát alkalmaztak egy termék árának a romlása ellen, akkor az nem volt jó, mert akkor nincs szabad piac. Ha szabad piac van és fölmennek az árak, az se jó, mert akkor meg a kormánynak a felelőssége. Tehát a következő van, mikor szabad piac van, és én szabad piac párti vagyok egyébként, tehát akkor bizony a folyamatok hatnak az árakra, itt nincs mit csinálni ezzel, és még valami. Hogyha szabad piac van, akkor a kereskedő határozza meg az árakat az inflációban, és azért nem szeretem a közgazdászkodást, mert szerintem az a lényeges, hogy mikor bemész és megvesz egy kiflit, mennyi veszed meg, vagy a fiadnak megveszed a tanszerét, azt mennyi veszed meg. Az, hogy most a lófasz Jóska, bocsánat, milyen számot mond. Na, kérem. Elnézést. A számomra nem annyira elnézést, nem rád értettem. Zsolt például, vagy valami. Én vállalom. Lófasz László. Na, tehát elnézést. És tényleg hagyjuk ezeket. Sípolni fog sokat. Tehát az a lényege, hogy ezt kell nézni, és láthatunk egy olyan tendenciát sajnos, hogy ezekre az inflálódó folyamatokra, hogy a forintnak az árfolyama romlott, a kereskedelem nagyon szépen ráült, és ellőtték az állakat. Például a minőségi termékek ára egyáltalán nem nőtt annyit, mint amit sokan vásárolnak. Mert lehet, hogy csökkent irántuk a kereslet. Tehát az árakat az is befolyásolja. Ugye ételt venned kell, ezért robbant meg nagyon az élelmiszerinfláció, mert azt meg kell venni. Na, csináltunk egy kísérletet, képzeld el, tegnap előtt. Azt hittem, csinálok egy jó befektetést. Ugye, és hallottam olyat a Hajóágyú nevű podcastbe, hogy Ausztriában a metróba be tudsz vásárolni tésztából fér áron, és akkor eljössz, és akkor itt eladod. És gondoltam, megpakolok tésztával egy kis teherautót. És elkezdtük nézni az árakat. Na most az a nagy trükk ebbe az egészbe, hogy ami 680 forintos tészta Ausztriában, az itt is 700 forint. Ami itt 1200 forintos tészta, az ott 1100 forint. Olcsóbb, de nem lényegesen. Tehát itt az a lényege, hogy valóban akkor mi a felelősség a kormánynak? Biztos kell lépéseket tenni az inflációval szemben, de látjuk, hogy most javul a forint árfolyama. Szerintem erre lehet azért választani, látjuk, a túloldalról meg lehet próbálni. Egyébként ez egy érdekes kérdés. A forint árfolyama egyébként jelentős mértékben. És az árak meg nem mennek lejjebb. Ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy miközben Magyarországon most már a fogyasztás is jelentősen esett, ugye több mint 10%-kal, és közben a forint is viszonylag erős, mégis ilyen magas az infláció, ez szerintem nem nyugtat meg senkit, hanem inkább ijesztő. Az alapmondatom az, hogy nézzük Európát, nézzük az eurozónán kívüli országokat, megnézzük az eurozónán belüli országokat, minden szám azt mutatja most, hogy Magyarország inflációban lényegesen előtte van a régióbeli országoknak, épp úgy, mint ahogy úgy általában az uniónak. Említetted az ársapkát, arról folyik vita, hogy jó vagy nem jó. Egyébként a nem Fidesz oldali közgazdászok között is van, aki azt mondja, hogy helyes az ársapka, mert vannak emberek Magyarországon az alsó néhány dekádban, akik egyébként nem tudnak alapvető élelmiszereket. Mármint, hogy nem a kormány baloldali, hanem az intézkedés. Ennek is van nyilván inflációs hatása, de a legfőbb inflációs hatása az leginkább annak van, mondják közgazdászok, hogy az MNB, a Magyar Jegybank és a magyar kormány ellenkező irányba próbálja a gazdaságot mozgatni. Az MNB hűteni próbálja, hogy az inflációt, ez neki a dolga, az inflációt alacsonyan tartsa, vagy alacsonyabban tartsa, vagy visszaszorítsa, a kormány pedig a gazdasági növekedést próbálja erőltetni, és fűti a gazdaságot. Ebből a kettőből származik az inflációnak a jelentős része. Ebből a kettőből származik egyébként az 13%-os egybanki alapkamat, valamint az, hogy 18%-os napi kamaton jön ide a forró pénz a magyar államadósságot finanszírozni, 18%-on, és ezt kell nekünk mindannyiunknak az adóforintjainkban kifizetni. Az nagyon nagy teher lesz. Szerintem itt az egyik probléma, és az viszont tényleg Orbán, a választás előtti pénzszórás, mert az volt, és azt el kell, hogy ismerjetek, hogy nagyon nagy mennyiségű pénzt toltak ki, abban a hiszemben, hogy esetleg nem nyerik meg a választást,
megnyerték, és most ez a probléma az azonnali árfelhajtó hatású volt, mint ahogy az USA-ban a stimulus check, amit meg a Bidenék toltak be a Covid után ugyanaz. Tehát amikor extra pénz kerül a zsebedbe, és azt elkezded elkölteni, akkor nem a legolcsóbbat veszed meg a piacon, meg akkor megveszed azt a hülyeséget is, amire addig nem volt szükséged. Szóval az mindenképpen tolja föl. Meg annyi kérem, és a bejátszóban elhangzik, és erre nagyon szeretnék kitérni, hogy szankciós infláció. Nem, ez nem szankciós infláció. Az első... Nem szankciós. Szerintem szankciósak mondott. Mind a kettő. Ezt a kettőt szokták használni, most itt nem tudom pontosan melyik volt. Akkor azt mondom, van része, hagyj fejezzem. Az első ársapkák, a benzin ársapka az 2021. november 15, az élelmiszer ársapka 2022. január 14, a háború pedig 2022. február 24-én robbant ki, vagy eszkalálódott, mert ugye már 2014 óta volt, most mindegy. Magyarul, és az első szankció az február 23, egy nappal az invázió előtt. Tehát több hónappal előtte már ársapkát kellett tenni a benzinre. Ez azt jelenti, hogy ott már valaki piszkálta az árakat, hogy ki és miért. Nekem az a meggyőződésem, hogy Putyinnak volt érdeke kavarni a... Igen, szóval, hogy az olajgáz árral ugye bezsarolni, befeszíteni Európát, hogy amikor majd ő lép, akkor mindenkit érden csúszson, mert neki így irgalmatlan nagy extra bevétele lett, tehát többszörösére növelte az orosz állam a bevételét gázból, olajból, miközben nem értékesített többet. És azt gondolta, hogy abban a pozícióban van, hogy akkor most megtámadhatja Ukrajnát, és majd Európa ugyanúgy lefekszik, ahogy eddig lefekszik. Azt gondolom, hogy azért elfelejtjük, hogy előtte volt Covid. Tehát a Covid az nagyon keményen gátolta a gazdasági folyamatokat, a háború előtt már két évvel meg volt állítva a világ. Tehát ez a szórakoztatóipari ténykedés, ami most itt folyik mindannyiunk legnagyobb szomorúságára, ez már sokkal előbb elkezdődött. Vissza arra, hogy beszórják a pénzt a gazdaságba. Hát mikor elköltik a pénzt a gazdaságba, akkor az visszafolyik a gazdaságba, az megint pörgetve van. Igaz, hogy pénzbőséget okoz, ebbe abszolút igazat adok. Hát az infláció, tehát hogyha csak az a lényeg, hogy ettől a forgalom van, de most a piacnak viszont van önszabályozó mechanizmusa, tehát amiről, hogyha beszélnek a közgazdászok, hogy annyira nem fogy el senki, amit egyébként én nem tapasztalok, mikor mászkálok a közértbe. Tehát az meg, amikor látom a teltházas autóutakat, meg a mindenféle jó, más dolgot. Nem egy merítés. Ne borsodról beszélünk a cigánysorról. Igen, azért mondom, ez nem egy merítés, hogy mit látok. Mert amit nem látok, az ez az a legnagyobb merítés, az a legnagyobb, amit az a valóság. Látok. Igen. Az, hogy arról beszélek, hogy mit mondanak a közgazdászok. Jó, persze, van, az is ugyanígy egy buborék. Igen, az is egy buborék, de az is egy buborék, amit te látsz. Percet én is kaphatok, mert még mindig ugyanannál a témánál. Tehát a külföldi példákat azért osztam, és azt próbáltam az előbb konkrétan a Lazacnál, a Svédországnál, ez pont amiatt lényeges, amiről ti is beszéltetek, hogy a Lazac Skandináviában az körülbelül az, mint nálunk a csirkefarhát. Tehát az a nagyon széles körben elérhető, a szegényebb rétegek által is rendszeresen fogyasztott termék. Ennek az ára 65%-kal nőtt meg, és abból az utolsó... Három év alatt. Ott voltak a havi adatok is, az egy hónap alatt 19%-kal emelkedett most. De ha te ezt komolyan gondolod, akkor ez már önmagában ez, hogy azt mondod, hogy nekik olyan a Lazac, mint nekünk a csirkefarhát, akkor ez már egy nagyon szomorú bizonyítvány Magyarországról, ne haragudj. Tehát én ezt inkább ez földrajzi adottság. Hát ezt elmész egy vietnámi konyhába, azt mondja a vietnám, hogy mi a háborúba ezt tettük, ananászos kirkét. Igazából nem várhatjuk el, hogy a Lazac tenyésztés Magyarországon fellendüljön a közeljövőben. Meg lehet hagyni, hogy esetleg akkor... Akkor szerintem menjünk tovább a következő témára. De hogy itt az a lényeg, hogy Magyarországon olyan intézkedések történtek, pontosan az ársapkákkal, amik azt tett, ezek nem gazdasági, ezek szociális intézkedések, és pontosan azt tették lehetővé, hogy a Józsi is mondta egyébként, hogy a szegényebb rétegek, konkrétan beszélünk, hogy ne halljanak éhendet. Nem a legminőségi ételeket eszik, ez természetes, ez így van, de biztosítani kell azt, hogy a megélhetésük, a mindennapja létfenntartásuk. Igen, itt most már csak én fogok közbevetni. Ezt Magyarország megtette. Ad én is egyet. Akkor Józsi fog közbevetni. Nem vitatkozom veled, hanem kiegésztem azt, amit mondasz. Az, hogyha az a kormánynak a szándéka, bármilyen színű kormányról is beszéljünk, hogy a szegények ne halljanak éhen, annak számos eszköze van, és erről lehet vitatkozni. Egy eszköz az ársapka, annak az ára a növekvő infláció és a piac zorzulása. De mondjuk a szegényeket lehetne támogatni úgyis, annak is nyilván van hátránya, hogyha a szegényeket direktben, nem tudom, családi pótléka, bármilyen más módon megtámogatja az állam. Ez a szakmai kérdés, ez nem emberség vagy gonoszság kérdése, minden esetre az ársapka az remekül kommunikálható eszköze a szegények megsegítésének. Igen. Kicsit már megcsúsztunk, de jön a második téma, méghozzá az, hogy Gyöngyösi Márton széderesten járt.
Az Egyesült Államok nagykövete ennyi erővel akár Adolf Eichmannt is meghívhatta volna a széderestre, mondta Gyöngyösi Márton vendéglátása kapcsán Deutsch Tamás a Mandinernek. A fideszes EP képviselő hozzátette, David Pressman lépése és magyarázata a lehető legtudatosabb, a politikai ízlés minden határán túlmenő ízléstelen provokáció. A jobbikos politikus jelenléte sokakat megbotránkoztatott, hiszen a korábbi években több antiszemita megnyilvánulása is volt. Pressman válaszul elmondta, pont ezért akarta, hogy ott legyen, és nagyon fontosnak tartja, hogy párbeszédet folytasson a különböző nézőpontot képviselő magyarokkal. Bár az már most látható, hogy Jeszenszky Zsoltot vissza kell fogni, hiszen az előző témát is magának indikálta, de ez az ő ahhoz igazából. Ahhoz képest én beszéltem róla a legkevesebbet. Történeti hűséget azért tartsuk, Léci. Nem akarok a műsorvezető szerepébe kontárkodni. Észrevettem. Tehát akkor a Gyöngyösi Márton. Hát igazából ez érthetetlen egyfelől, hogy miért hívják meg. Persze nagyon is érthető, tehát nyilván ennek is van egy fontos üzenete, de hogyha mindenképpen egy nácit akar meghívni Pressman, akkor biztos lehetne olyat meghívni, aki mégiscsak valamiért fontos. Hát ugye Werner von Braunt is az amerikaiak nagyon gyorsan tisztára mosták, és megcsinálta nekik az űrprogramot. Nem tudom, hogy Gyöngyösi Mártontól mire számít az Egyesült Államok, hogy mi az, ami miatt ő annyira értékes lesz nekik. Én nem hiszem, hogy ő nem úgy űrprogramot, de bármit is képes lenne. Ugye az ő eddigi politikai teljesítménye az, hogy egyszer listázni akarta a zsidókat, egyszer pedig elmondta egy ugyanaz kisebb nyilvánosság előtt, de egy fórumon, hogy mindenki, aki izraeli állampolgár, mindenki, aki zsidó, és ez teljesen mindegy, hogy ki az, ránézésre megállapíthatóan, akkor az nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Na most ezt az embert nem, hogy az amerikai nagykövetségre nem kellene meghívni, de nagyjából semmilyen társaságban nincsen helye. Ehhez képest ugye állandóan kifogásolnak különböző megnyilvánulásokat Magyarországon. Hát ennyire durva gusztustalan megnyilvánulások nem szoktak elhangzani Magyarországon. Ezt az embert meghívja az amerikai. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye 11 évvel ezelőtt volt az a beszéde a parlamentben Gyöngyösi Mártonnak, amire a legtöbben emlékeznek. Most ezzel kapcsolatban elfogadható-e az, amit Pressman mond, és azért nézek lefelé, mert innen próbálom idézni, hogy különböző gondolkodású és beállítottságú magyarokkal folytassunk párbeszédet, még azokkal is, akikkel nem értünk egyet. Tehát, hogy ez fontos, és ezt akart ezzel jelezni. Tehát ez elfogadható-e? Az érdekes benne, hogy ezen miért akadunk fent. Tehát ő egy politikus. Valószínűleg 11 évvel ezelőtt Gyöngyösi Márton úgy ítélte meg, hogy a közhangulat, az ország állapota az ebbe az irányba megy, ez lesz a népszerű politizálás, ez lesz az a téma, ami vagy ezek az érzelmek, amiket lehet felkorbácsolni. És hogyha épp az emberek épp akasztani akarnak, hogy a hangulatuk van, akkor legyen az. Csak mondom, politikus. Ennyire menjünk, még mindig én azt gondolom, hogy nem. Tehát én ritkán látok politikustól igazi őszinte véleményt, vagy olyat, ami évtizedeken át működik, mert ott van Orbán Viktor, kisztitkárként kezdte. De vártam, hogy ezt valamelyik kötő. Én a Józsitól számítottam rá, de... Megint személyeskedett. Harcos, radikális, liberális volt, utána lett polgári konzervatív, és most már egy kicsúszott, nem tudom, hogy ilyen populista, nem mondanám... Orbán Viktornak 20 évvel ezelőtti egyébként nem vállalhatatlan, csak esetleg... hogy mondja, más politikai krédót képviselő beszédét állandóan elővenni, képvisel, vagy felhánytorgatni, és Gyöngyösi Márton 11 évvel ezelőttire, ami egyébként tényleg egy nagyon durva, meg azt mondja, jó, hát ez már régen volt, ez már megváltozott. Orbán Viktor azt mondta 1990-ben vagy 92-ben, hogy a KDNP-sek, valaki felszólalt, és azt mondta, hogy csuhások térdre imához. Most ez nem ugyanolyan durva? Ez nem ugyanolyan durva. Ma pedig ő a legnagyobb keresztény. Miről beszélsz, hogy ez ugyanolyan durva? Hát az, hogy az egy ilyen valóban sértő, talán kicsit humorosnak szánt megjegyzés, de egyértelműen sértő megjegyzés, meg az, hogy azt mondja, hogy listázzuk a zsidókat, és nemzetbiztonsági kockázatot. Hol lehet a kettőt összehasonlítani? De akkor is azt gondolom, hogy mint politikus ugyanúgy megvan az, hogy keresi azokat az irányvonalakat, és a Fideszben nagyon jól megvan az, nagyon innovatívak, és nagyon érzik az idők szelét, és nagyon jól tudnak alkalmazkodni az emberek elvárásához. Gyöngyösi meg úgy látszik, hogy ezt nem csinálja olyan ügyesen. Oké, ebben tök igazad, hogy a politikusnak kell is, hogy legyen alkalmazkodó képessége, és az sem baj, hogyha önmagában, tehát az, hogyha valaki ilyet mondott, az önmagában baj, de az, hogyha esetleg ezt gondolta korábban, és most már azt gondolja, mert rájött, hogy ez
legyünk jó hiszeműek, és gondoljuk azt, hogy Gyöngyösi Márton esetleg valóban, hogy mondjam, finomodott azóta, szofisztikálódott. Biztos, hogy benne nem gondolta komolyan, a meggyőződésem. De a Pressman mekkora hazudik ezzel, és milyen mekkora sumákolás ez, hogy azt mondja, hogy különböző gondolkodású emberekkel kell párbeszédet folytatni. Hát van egy csomó különböző gondolkodású ember, akit meghívhatott volna, aki egyébként valóban nem ért vele egyet, de nem olyanokat hívott meg, nem a kormány oldalról hívott az érdekes, meg, hanem a legdurvább virtiglinát. Az az érdekes, hogy megnéztem a, ugye erről szóló tudósításokat, hogy kiket hívott meg, és nem nagyon lehet kibogarászni, mert így konkrétan nem mondták meg, hogy ez egy lista, akiket meghívtak, és mindent elborít a Gyöngyösi Márton megszólalása miatti milyen média zaj, de nagyjából úgy vettem észre, és lehet, hogy nem így van, csak nekem így jött le, hogy az EMIH az nem volt meghívva, a Mazsihisz meg igen, ugye az EMIH az a köves lomóféle hitközség, akit a kormány kiemelten támogat szemben a Mazsihisszal, és hogy őket nem hívták meg, de egyébként, hogy a Gyöngyösit miért ültették oda, azt egyszerűen nem tudom megérteni, ezt találjátok ki. Abba egyet értek veled, hogy az embereknek vannak ívei, és akkor legyünk jó hiszeműek, és higgyünk abba, hogy mindenki a lehető legjobb íven fejlődik, legyen ez akár igaz a Gyöngyösi Mártóra is. Aztán arra jobban hajlok a realitások ismeretében, hogy általában a politikusok azok, ugye, hogy a szórakoztató ipari piacon kommunikáció szempontjából lukakat keresnek, és ebben a Jobbik annó vonáikkal, meg az egész kifejezetten erre ültette rá az egész politikáját, aztán el is vadultak benne, és hát nyilván kellett hozzá egy olyan közösség, aki ezt támogatta. De nekem nem ez a vetülete érdekes. Most nyilván van kommunikáció, ami vállalható, vagy kevésbé vállalható, ki mondja, nem mondja, mondott itt már mindenki mindent. És igazad van, nekem ez a farizeus mi volt az egésznek, ez nem tetszik meg kicsit. Valóban olyan ez a fajta meghívás, hogy itt van egy ilyen kormányzó az amerikai birodalomból, mint anno Rómában a Pilátus, és akkor itt meghívogat embereket, akit, mert az egész ilyen odadörgölés jellegű. Tehát itt beszélünk arról, mert hogyha azt mondjuk, hogy technokrata dolog, és egy politikus csak politikus, nem össze, oké, én elfogadom, tök oké, csak akkor a Putyinról beszélnek, ez a Gyöngyösi Márton, nem ő volt Oroszországban meghívott srác? De Donetskben 2014-ben választási megfigyelő volt. Érted? Igen, abszolút, akkor az van, hogy amikor valami számol. Érdeket kiszolgál, akkor bármilyen figura lehet, jó, hogy ezért akkor milyen átállítani. Etika meg morálról beszél. De lehet, hogy erről szól az egész, hogy átállítsák, okay. Hogy ezt ne csinálják. Ez egy nagyszerű pillanat, mert mindenki beszélni akkor. Mit moralizálnak? Milyen alapon? És most senki nem fog, mert most jön egy kis szünet, viszont innen akkor a második részt majd elkezdjük. Gyöngyösi Márton ügyénél tartottunk, és azt ígértem, hogy folytatjuk, úgyhogy így is lesz, és Nagy József ebben még nem szólalt meg. Nem tudom, hogy belevág-e a gondolataidba a kérdésem, de hogy mennyire kell nekünk a politikusok irányváltásaival szemben megbocsájtónak lennünk? Én Gyöngyösivel szemben nem vagyok megbocsátó. Azt sokkal inkább erkölcsi kérdésként kezelem, mint a Pressmannak a fellépését. Pressman időt szerinted helytartóként, szerintem inkább nagykövetként. Nyilván vannak politikai céljai, van, akit erősíteni akar, valakit kevésbé akar erősíteni, megvannak az ő országának, a kormányának, aki ide küldte őt, megvannak a politikai céljai, ennek megfelelően működik. Ott nem számít az, hogy mi van a fejében annak, akit meghív magához, kezeli, nem tudom, ha úgy tetszik, egy politikai eszközként, ez szerint működik, ezzel van megbízva. Gyöngyösi Márton, én nem tudom, hogy tehát mindenkivel szemben megbocsájtó vagyok valamennyire. Lehet más gondolni 5-10-20-30 év után az embernek, hát hiszen változunk, meg a világ is változik körülöttünk. De van ami olyan mondat, amit nem lehet szerintem megbocsátani. És ahogy Jesse is mondta, én se engedném be a lakásomba, és nem írnám meg semmiféle társaságba. Azt, aki Magyarországon a vészkorszak után néhány évtizeddel zsidók listázásáról beszél meg arról, hogy föl lehet ismerni az arcáról. Ez nálam olyan fokú normasértés, hogy ez egész egyszerűen nem fér bele. Ebben nincs köztünk vita. Tehát itt ugye az a kérdés, hogy amit mi beszéltünk, hogy a opportunizmusnak a szintjén mennyire képes valaki elmenni. Na most itt, ki? Hát mit olyan a Gyöngyösi? Szerintem akár. Ő megélheti sináci volt, szóval ez tényleg, hát, akkor ez volt a népszerű. Én most akármilyen módon fogalmazza meg helytelen. Tehát, hogy maga az egész megfogalmazás és a világlátás is helytelen, mert ugye nem egy működőképes emberi reakció vagy viselkedés. Visszatérve a helytartóra, nyilvánvaló most nem úgy értem, hogy egy nagybetűs helytartóról van szó, de azért valljuk be a viselkedés, ezt
tükrözi. Tehát tulajdonképpen megmutatják neked, hogy helyre raknak, hogy te mit, hogy csinálhatsz, nem nézik jó szellemmel, hogy fölkapcsolod az áramot, tehát mindig azt mondja, de, hogy Magyarország ne vegyen olajat, ne vegyen energiát, oké, kapcsoljuk le. De van-e... Mi finanszírozunk az oroszok háborúját. Oké, van-e kétséged afelől, hogy mondjuk Vlagyimir Putyin más módon szerez befolyást a magyar kormány fölött? Tehát nyilvánvalóan nyomásgyakorlás van minden eszközzel. Egy olyan történelmi szituáció van, hogy Európában, az EU határán háború folyik. Ilyen nem nagyon volt azért. Tehát mondjuk egy sokkal kisebb konfliktus volt a délszláv háború, és azóta nem volt semmi, és ez itt van. És egyértelműen amerikai és orosz érdekek, sőt kínai, én azt gondolom, hogy nem is az oroszok vannak az egész mögött, hanem a kínaiak, persze rám lehet sütni, hogy összeesküvés elméleteim vannak, de hogy szerintem ez az ő a két nagy birodalomnak egy találkozása, és ebben igenis Pressman is egy gyalogos katona, egy birodalmi... Igen, bocsánat, hogy beleszólok, de elkanyarodtunk az alapvető témától, és akkor én megint műsorvezetőként visszarángatnék mindenkit oda. Azt mondta Gyöngyösi Márton, hogy akkori kijelentéseimtől elhatárolodom, értük, most bocsánatot kérek. Miért lehet megbocsájtani? Ugye Nagy Józsi azt mondta, hogy ezért nem. Ez már olyan fog normasértés, hogy ez... De közben bármiért lehet, mert a Slomóék meg azt mondták, hogy a szegedi család, aki szintén jobbikos volt, és kőkeményen ő is nyomta ezt a fajelméletbe hajló vadságot, és amikor rájött, hogy ő is zsidó származású, akkor váltott, és bocsánatot kért, és jóvá tette. És azt mondják, hogy ezt ilyet lehet, hogy ilyen van, meg hogy ezt jóvá tudod tenni. Ez a Gyöngyösi még nem tette ezt. A megbocsátás az elsősorban nem arról szól, akinek megbocsátasz. A bűnbánat meg kell, hogy előzze a megbocsátást. Igen, meg aki megbocsát, az magáról, arról az emberről szól, hogy benne megszűnik a háború, és ő képes szeretetet, megértést, együttérzést gyakorolni. Tehát, hogyha most spirituális szintre vezetjük, meg lehet bocsátani a Gyöngyösi Mártonnak, sőt, hogyha valaki törekvő bármilyen ilyen úton, akkor meg is bocsát neki. Az nem jelenti azt, hogy a tettével egyet kell értenie. Tehát a világtörténelemben egyébként számtalan lator fordult valamilyen útra, és akkor onnantól kezdve egy másfajta működés gyakorol. Pálapostól a legjobb példa, de pont ez egyébként, hogy Szegedi Csanád, ő milyen kifejezést használta? Tehát ő végigment az úton, ő megtette azokat a lépéseket. Gyöngyösi Márton csak most éppen, mert most már nem ez a menő, tehát most már nem ettől lesz ő politikailag sikeres, vagy nem ez hoz neki politikai tőkét. Más, még egyetlen gondolat erejéig... amit végig kell járni, erről beszélt Dokmen. Igen. Most azt mi kívülről nem tudjuk megállapítani, hogy Gyöngyösi Márton ezen végig ment, csak gyaníthatjuk. Meg lehet, de a politikai, meg a morális, és ez két válaszuk ette ezt a kettőt, mert hogy politikailag hozunk mi, úgy tetszik, ítéletet, hogy belefér-e nekünk az, hogy egy ilyen figurát, akinek a száját ilyen mondatok hagyták el, ez politikailag beengedik valóban az amerikai nagykövetségre, egy ellenzéki koalícióba bármi. A másik kérdés az, hogy mi van az ő fejében. Engem választópolgárként, magyar állampolgárként, hazafiként különösképpen nem érdekel, mi van a politikus fejében. Az érdekel, hogy mit csinál és mit mond. Magánemberként, hogyha Gyöngyösivel találkoznék valahol és beszélgetnék, vagy ha egymás szemében néznénk, akkor elképzelhető az, hogy a megbocsátás álláspontjára helyezkednék, de akkor sem, hogyha magánemberként átérzem az ő bűnbánatát, akkor sem gondolnám azt, hogy politikusként helye van neki. Ezt abszolút elfogadom, tehát ez egy tök értelem. Itt már több olyan dolog elhangzott, ami a következő témánkat érinti, mert hogy ennyire kerek a világ, hogy minden mindennel összefügg. Macron ugyanis Kínában járt, és utána olyat nyilatkozott, amire az Európai Unió vezetői felkapták a fejüket, meg még Egyesült Államokban is eléggé sok szó esett róla, úgyhogy ezzel folytatjuk. Súlyos bírálatok érték Emmanuel Macron francia elnököt, miután úgy nyilatkozott, Európának senkit nem kell követnie Tajvan kérdésében, sem az Egyesült Államokat, sem Kínát. Emmanuel Macron szerint Európa feladata a stratégiai autonómiájának a megalkotása, és ezért az interjúban óvaintette a kínai és Egyesült Államok közötti kétpólusú ellentét felgyorsulásától, amely miatt sem idő, sem pénzügyi eszközök nem maradnak a stratégiai autonómia létrehozására. Ez a téma Magyar Dávidé. Nekem Macronnal és ezzel az üggyel kapcsolatban ambivalens és szertágazó gondolataim vannak. Egyrészről azt gondolom, hogy ő is politikus. Valószínűleg nem egy hülye gyerek ő sem egyébként, és otthon ugye nagyon küzd
a nyugdíjreformmal, de reform, szóval, hogy emelnék a nyugdíjkorhatárt, és neki nagyon jól jön ilyenkor, általában van ilyen ez a gumicsont effektus, hogyha nem arról beszélnek az emberek, hogy több millióan tüntetnek ellene, hanem arról, hogy ő valamit mondott ott Kínában. Elhangzott a szájából az, hogy ő is az egy Kínában hisz. Na most azt tudni kell, hogy a kínai népköztársaság és a kínai köztársaság, ami Tajvanon üzemel, mind a kettő ugyanazt mondja, hogy egy Kína van. Csak ugye ők azt mondják, hogy én vagyok, és a másik is azt mondja, hogy én vagyok. És amikor azt mondja, hogy ő az egy Kínában hisz, akkor gyakorlatilag mind a kettőnek azt mondta, hogy szia, veled vagyok. Tehát ez egy ügyes ilyen népmesei fordulat. De ez alkalmas lehet arra, hogy a belpolitikát befolyásolja, hogy elfelejtsék az emberek, hogy most már 64 évesen hát, lehet majd visszavonulni? Hát minden alkalmas rá, elég nagyot szól. Ez mondjuk nem szólt akkor át, emögött biztos, hogy mélyebb okok vannak, és én akkor oda mennék, hogy eleve a Tajvan körüli izmozás az nagyon, nagyon érdekes, régóta figyelem, és kit érdekel Tajvan most őszintén, kit érdekel Tajvan, de mégis nagyon-nagyon ráfeszül mindenki. Akinek van mobiltelefonja, mert az összes chip. Hát, na, és akkor erre akartam én is kifuttatni, hogy négy nagy chipgyártó üzem van a világon, amiből az egyik a legnagyobb Tajvanon van, és most építenek ugyanez a TSMC, azt hiszem a nevük, Arizonában egyet, és nekem az a meggyőződésem, ez megint lehet, hogy csak ilyen túl gondolkodom, hogy amikor az a gyár felépül az USA-ban, akkor el fogják engedni Tajvant, akkor az lesz, hogy jó, akkor vigyétek. Mert hogy hosszú távon fenntarthatatlan, óriási feszkó van körülötte, indokolatlanul, miközben nem látom azt, hogy Kína most megmerné lépni azt, hogy bevonul, pont amikor Vladimir éppen jól megszívja Ukrajnában. Ugyanakkor azért az amerikai reakciók azok elég erősek voltak, tehát a republikánusok részéről Marco Rubio mondta azt, hogy amennyiben így állnak hozzá Európában, akkor Amerika miért segítene Ukrajnát illetően. Igen, de aztán jöttek a németek, a Baerbock asszony, aki meg azt mondta, hogy nem úgy van, mint ahogy Macron mondta, hanem teljesen máshogy, és akkor ez a jó zsaru-zsaru effektus. Hát igen, mondjuk a németektől ez nagyon furcsa dolog, hogy ők ugye beindult egyébként a német cseléd sajtó, és gyakorlatilag papagájként mondták, hogy a Macron, amit mondott, az veszélyes. Ez biztos, hogy cseléd sajtó? Hát a német sajtó az igen. És ez hogy a Macron kijelentése Európára nézve veszélyes, és ilyeneket mondtak, és ugye az már hogy az autonómiáról szóló gondolat, hogy most az a Németország mondja ezt, amelyik 1990-ben nagyon határozottan, nagyon korrektül a német újraegyesítés élére állt, jelentős amerikai ellenérzések közepette, és Németország azt mondta, hogy már pedig Európát egyesíteni és erősíteni kell, és ez a Németország ma azt mondja, hogy Európa önállósodása vagy autonómiája az veszélyes. Tehát Németország nem fogatlan oroszlán, hanem annál sokkal rosszabb. Ezt nem mondták egyébként. A Viktor, hát de Jesse, én ezt a Spiegelben én azt olvastam ki az általad a Die Weltben cseléd sajtónak nevezett médiumokból, hogy inkább arról beszélnek, hogy ez nem éppen jó, hogyha a Kína és az Egyesült Államok között Tajvan kérdésében valaki középre helyezi magát. Tehát igazából erkölcsi alapú írták, hogy Macron álláspontot foglalnak el. Európára nézve veszélyes és káros. Ezt mondta. Jó, ez de egyébként még lehet is, hogy így van. Szóval ez megint olyan, amit nem egy 5 perc alatt lehet Európa önállósodása, vagy az, hogy lépjen ki az Egyesült Államok árnyékából, amiben egyre jobban most már inkább tudom, hogy a Viktor majd akkor rám szól, de a seggébe belebújik. Ez szerintem egyáltalán nem káros, hogyha ebből kijön, mert látjuk, hogy mi ennek az eredménye. Abszolút, ugye arról beszéltél, hogy Pressman ugye mennyire helytartó, és hát, hogy ő nyilván valamilyen érdekeket képvisel, és hogy Putyin is nyomást gyakorol, ez tök rendben van, de ugye van a gazdasági nyomásgyakorlás, amikor szerencsésebb geopolitikai adottságú, gazdasági helyzetű nagyobb országok nyomást tudnak gyakorolni kereskedelmi, gazdasági egyéb eszközökkel kisebb országokra. A világ ilyen, tehát ezzel semmit nem tudunk csinálni, de az megint más. Mondaná példát? Hogyha, hát mondjuk, hogy ellenpéldát nincs, hát Oroszország is. De mondjuk a hétről egy példát. Hogy? Amikor egy erősebb ország nyomást gyakorolt, és szemmel látható eredménye volt ennek egy napon belül. Most nem tudom, mire gondolsz. Hát ez nem hoz azonnali, hogy hívják ott szerintem, változást. A Magyarország nem lépett valamilyen tekintetben vissza az amerikai nyomás gyakorlás hatására egy napon belül a héten? Fogalmam nem, mire gondoltál. A bank. Én azt mondom, hogy egyébként azzal különösebb bajom nincsen. Tehát az egy olyan fajta gazdasági nyomás gyakorlás, amit
nem biztos, hogy ízléses, lehet, hogy ezzel van, aki vitatkozna, de belefér, mert ezt csinálják. Tehát azt mondom, hogy ne legyünk naívak, a világ így működik. De az megint más, amikor politikailag akarják befolyásolni, hogy az adott országban hogyan szervezze meg az ottani kormányzat az életet, de azt, hát hogy az emberek ezt, minden napi gondolkodását. Hát ott van KGB Éla, tehát az oroszok... igenis pénzelték a szélső jobbot, sőt nem csak Magyarországon, egész Európában. Hát ezt csinálják, igen, a birodalmak. De így nyilvánvalóan... Kínára visszatérve különben, nekem kicsit azért büdös ez az egész kínai téma. Hát egyet tudni kell egyébként, hogy a kicsit járatosabb Kelet-Ázsiában, kínaiaknál ez már egy több ezer éves terv, ami zajlik. Tehát ez nem most kezdődött, és valószínűleg nem is most ér véget. Mert melyik terv? Hát az, hogy a világ egyébként úgy be lesz hálózva. Hát de most olyan minden nagyhatalomnak van egy ilyen terve, nem? Amerikának van egy ilyen terve, Oroszországnak volt egy ilyen terve. Olyan technikai előnyben vannak egyébként a világ többi részéhez képest, amit nem látunk át, aki járt ott ilyen több ezer éves találkozókon, meg ilyesmi, ez egy dolog. Na de, összefüggések megint. Tehát jól néz ki ez a sok nagy balhé, de azért ne felejtsük el, hogy Amerika totálisan el van adósodva Kínának. Mindent, amit Amerikában megvehetsz, az Kínába gyártanak. Tehát, hogyha hogy itt közös gazdaság működik tulajdonképpen, persze vannak feszültségek, torzsalkodások. Na most úgy látszik egyébként a fejlett, haladó nyugaton, ahol alig van infláció, ott is vannak több milliós tüntetések az utcákon, állítok meg ott minden olyan jó, meg király, nem tudom miért tüntetnek milliókat. Azt nem teszed hozzá, hogy azért jó, mert lehet tüntetni, azt azért mondjuk ki, mert Kínában nem lehet tüntetni. Kínában nem. Azért azt gondolom, hát Kínában hogy nem. Oroszországban sem lehet. Szerintem más tök jó. Ez abszolút jó, hogy lehet tüntetni, a lényeg, és a sok milliós tüntetés is jó, mert van érdekérvényesítés az embereknek. Csak hogy ami a lényeg, hogy azért, tehát lehet, hogy van egy ilyen része, biztos, amit te mondasz, hogy elterelni a belső feszültségekről a figyelmet, de én azért azt gondolom, hogy Don Vito Victorianus, a nagy ezüsthátú gorilla, azért megint meglátott valamit, mert a keleti nyitás politikája igazából nem egy hülye gondolat, és itt jön be az, amit mondok, hogy pragmatikus politizás alapján meg kell érteni, hogy a keleti országok, ezek az India, Kína, meg a többi, ez meg fog érkezni. Egész egyszerűen olyan szintű, hogy beérik a világot. Csak ennek a tempója nem olyan. Én 2000-es évek elején mindent tele ordítottam ezzel, hogy Kína le fog minket nyomni, itt emelkedik fölénk az óriás, és most meg azt gondolom, csak egy pillanatra, szabad ne felejtsd, nem lenyomások gondolkodok, itt a nagy különbség. Mindegy. Hogy én itt együttműködést látok. De, és az de nagyon nem, nagy a kultúrát különbség. Kiterjesztik. Ez mindig együtt járt a gazdasági dominancia, egy kulturális dominanciával is járt, és ez a gyarmatosítás korában is így volt, a Szovjetunió alatt is így volt, meg most, amikor az amerikai érdekövezetben vagyunk, most is így van. De ez mindegy, ez ilyen, a világ ilyen. Nagy Józsit hallgassuk meg. Nagy fejezem, egy fél mondat volt igazából, csak egy fél mondatot szerettem volna, hogy én azt gondoltam, nagyon sokat beszéltem arról, hogy Kína hogyan fog minket maga alá gyűrni, részben azért, mert mi mindent kiszerveztünk oda, tehát a saját kapzsiságunk, amit kiszerveztük oda, az olcsó termékek gyártását, az így, ez zabál teljesen így van. De közben azt is látni kell, hogy még mindig a világ gazdaságnak a gerincét a nyugati országok adják, a GDP és a technológiai, igazad van, hogy nagyon, nagyon felfejlődött Kína, de a legfejlettebb csipek piacán például kanyarba sincsen. Tehát az, hogy most hány nanométeresek ezek a csipek, és hogy mit nem tudnak ők legyártani, mi az, amit csak nyugaton, illetve Dél-Koreában, meg Tajvanon tudnak gyártani, több éves lemaradása van, és most az amerikaiak azért keménykednek ennyire, mert ezt az előnyüket akarják megőrizni, hiszen most ebben az évben ütött be a mesterséges intelligencia, úgyhogy így a szemünk előtt, hogy így tényleg van, tudjátok, és az iszonyú nagy számítási kapacitást igényel. Három rövid megjegyzés, mert itt azért 25 téma vetődött fel az elmúlt néhány percben. A technológiára azt mondtad, hogy a Kína vezetés a világ előtt áll. A technológiában az Egyesült Államok vezet egyébként a hóna alatt Európával. Kína leginkább átvette, nyilván sokat fejlesztett is rajta. Amúgy pedig, amit mondtál, hogy Amerika eladósodva Kínának, és a technológia meg ott van, azért ez jelentősen változott az elmúlt néhány évben. Épp attól, ha egy-két amerikai kormánnyal ezelőtt már ezen próbáltak rengeteget változtatni, az eladósodottságon is, meg a függőségen is. Aztán a másik a kémbank, amit ugye itt érintettük, mégiscsak Magyarországon mondjuk, ez egy fontos kérdés volna. Amerika, a nagykövet, Pressman úr,
Présman, ahogy Orbán Viktor szellemesen viccelődött. Présember. Présember, ahogy szellemesen viccelődött a nagykövetnek a nevé, hiszen általában szellemesség, hogyha másik embernek a nevén viccelődünk. Igen, hát még egyszer, még talán elmegy, de hogy ezt mindenki átvette, és azóta ezt hallgatjuk. Hát még ma reggel a Kossuth Rádióban is meghallgathattuk ennek a... Együtt lehet azért ezzel élni, szerintem azok a nevek, amik az O1G, az... Szerintem az azért... Szerintem ez is része. Hát az a só része. Ez. Igen, szóval, hogy azért a nagykövet úr ebben a kérdésben, meg az Egyesült Államok komoly szívességet tett Orbán Viktornak, hiszen maga ez a bank, ami ugye 50 évvel ezelőtt még a kommunizmus idén a Szovjetunióban jött létre, a KGST országok és még néhány ázsiai, illetve dél-amerikai vagy amerikai ország, Kubától Mongólián keresztül, Bulgárián, Lengyelországon át számos ország volt ennek a tagja, aztán ugye ez újra alakult már a rendszerváltás után, benne voltak hatalmat heten itt a régióból is. Ez a bank, ez a háború kitörésével lényegében elvesztette a funkcióját bankként. Ugye két funkciója volt, egyrészt mondták, hogy kémkedjen, diplomata státuszban voltak itt az a két orosz is, akinek az apja, anyja is, ugye KGB-s volt, meg hát az meg összes többiek. Diplomata kém. Hát azért nem egészen, de, nem egészen, de ez egy bank volt, tehát nem egy diplomáciai képviselet. Sávó tíz, kémbank, ezen röhögök. Okay, attól tehát, kém, hogy mindenki tudja kém. Attól idézőjelben mondjuk kém, mert hogy diplomata státusz kaptak, és ezek az emberek az egész Európai Unióban mindenféle zaklatás nélkül mozoghattak, de ugye de végeztek emellett banki tevékenységet is, tehát mondjuk az MVM-et a gázhálózat fejlesztésében 100 millió euróval, ha jól emlékszem, annyival, de ha 99, akkor nem direkt hazudtam, bocsáss meg, euró hitelt adtak viszonylag jó kamatra. De ez, ahogy kitört a háború bő egy évvel ezelőtt, ez a banki funkciókat kinyírta, sorra léptek ki a többi volt KGST, most már uniós tag ország, és bár Orbán Viktor maradt benne ebben az egészben, nyilván politikailag rosszul vette volna ki magát, hogyha ő magától kilépteti az országot ebből az egyébként veszteséges buliból. Most jött egy ilyen prés, és erre a présre mondhatta azt nyilván Moszkva felé is, hogy gyerekek, én itt befejeztem, felemeltem a kezemet. Jó. És lett volna még egy legfontosabb kérdés, az gyorsan elmondom. Gyorsan. Az alapkérdés Magyarország számára, a mi közösségünk, a hazánk számára, hogy Magyarország hová tartozik. Értem a keleti nyitást, de hogyha mi még Szent István óta szabad pátoszoskodni, Szent István óta nyugathoz akarunk tartozni, nem Bizánchoz, hanem Rómához, akkor azokat az értékeket kell követni, és azt szerint kell szerintem működni a politikának is Magyarországon. Értem, hogy megy ez a pávatánc, de közben pedig folyik folyamatosan a magyarok agymosása. Tessék megnézni még az uniónak a népszerűsége, elfogadottsága. Ezt a vitát most ne nyissuk ki. De mik a ez egy külön téma, bocsánat. Igen, baj, hogy most és jön a negyedik. Engedjük el, igen. Engedjük el. Józsi, megint az utolsó. Fogunk erről beszélni. Jól csináltad, nem reagál. Más adásokban, sőt azt hiszem, hogy szinte minden adás erről fog félig meddig szólni, de akkor most jöjjön a negyedik témánk. Szájon csókolt, majd arra kért egy kisfiút a Dalai Láma, hogy szopogassa a nyelvét, derül ki a világhálón terjedő videófelvételből. Ezután elnevette magát, majd kezet fogott a kisfiúval és a fejéhez érintette a kezét. A Dalai Láma végül hivatalán keresztül bocsánatot kért, igaz azzal védekezett, hogy gyakran ugratja játékosan és ártatlanul az embereket, akár nyilvánosan, akár kamerák előtt is. Dopman, erről nagyon hosszan értekeztél egy saját felületen. Igen, megkérdeztek róla. Most is ez történik. Magamat tulajdonképpen törekvőnek tartom a Buddha tanában, és emiatt ugye kérdezték, hogy mi a véleményem. Attól függően, hogy nekem a Dalai Láma tulajdonképpen nem felkent szent vezetőm, tehát az a hagyomány, amit törekvő, mondjuk én követek. Törekvő, akkor te bodhiszatva vagy? Az azt jelenti? A bodhiszatva az tulajdonképpen Jézus Krisztus is, aki elnyeri a megvilágosodást. Tulajdonságát, és az a visszajön a csak maradjunk most a témánál, jó? Mindenki Isten fia számomra. De ez nyilván megközelítési szemszöge különbség. Na és erről kérdeztek tulajdonképpen, úgyhogy megnéztem jól ezt a videót, és hát láttam, amit láttam. Én rendesen megnéztem, tehát bevadulás nélkül, meg hogy ez azonnal ugye, hogy meg van fogalmazva, hogy megcsókolta, meg szopogattatni akart a nyelvét, meg stb. Körbejártam, hogy mi a kapcsolatos tibeti hagyomány, a nyelv kinyújtása, a homlok összeérintése, ez, hogy megpuszíja a száját. Olasz kultúrában Michael Corleone, meg Fredo Corleone olyan szenvedélyes csókot dobott, érted, hogy ahhoz képest sehol semmi. Brezsnyev és Honecker elbújja. Igen, tehát, hogy most
de mondom, én nem akarok szerecsent mosdatni, félre ne értsen senki. Én magam nem láttam ebben semmi jellegű szexualitást. Én azt sem láttam, hogy a gyerek kellemetlenül érezte volna magát. Tehát, hogy szerintem egyértelműen azt meg kell nézni. Végig mosolyog a gyerek, ha megnézed. Egyszer megcsikizi oldalt, és akkor elhúzza magát. Hát, hogyha a testbeszéde határozottan ebből a sztoriból ki akar lépni, de olyan tekintéllyel áll szemben, ahol ezt nem tehet meg. Ám de, hozom föl. Tehát mit mond a Buddha? Szanszkrit szóval, vagy pári upáját kell alkalmazni, tehát okos módszert a tanításra minden esetben. Tehát tegyük föl, hogy a Dalai Láma nem pedofil, vagy nem nyíltan vállalt pedofil aktivista, aki ott mindenki szeme láttára gyakorolja ezt a tulajdonságát, de akkor is nem szabad olyan módon működni egy ilyen szintű vallási vezetőnek, aki az emberek tudatában megosztottságot okoz. Tehát, hogy nem véletlenül kért bocsánatot, elsősorban ez ezért volt, mert lehet, hogy a maga buborékjában, a tibeti hagyományban ez egy működő történet, de itt nyugaton, látva azt, hogy mi van a eseményekben, nem teljesen más vetítenek le az emberek. Szerintem mit mondtál valami lényeget, hogy a buborékban, de azért az nem egy kis buborék. Tehát az a baj, hogy mi most már nyugati mércét kérünk számon egy tibeti vezetőn, és a gyerek is lehet, hogy azért volt egy kicsit zavarban, mert ő már ugye veszternizálódott, tehát ő számára már ez a hagyomány, ez nem arról szól, amiről egyébként tényleg szól, hogy így köszönnek egymásnak, hanem beleérzett valamit, mert hogy egyébként nyugaton most tombol ez a pedofilia. Indiai fiú volt Dharamsalában, ahol most ugye a tibeti kormány, vagy a szent, nem tudom, központja van, ő nem egy nyugatizálódott fiú volt. De már szerintem kellemetlen volt. Nézzétek meg még egyszer. Nem tud a nyugati hatások alól kibújni ma egy india is. Őszintén tartotta el magát. Mondd már, hogy egy autoritás előtt, akár a pápa előtt, akár a Dalai Láma előtt ott van egy gyerek, vagy egy felnőtt ember. Hát mindenki szorong tőle, meg mindenki. Bocsánatot kérek. Magamra vállalom ennek az ódiumát. Itt volt az, mindenki tudja, hogy mik történtek még. Ez volt az első csat kettő, a következőben jobban fogjuk beosztani az időt, de ebből a témából most csak ennyi fért bele. Remélem, nyelvnyújtással, hallod? Nyelvnyújtással köszönjük el. Hiszen nagyjából mindenki érzékelte, hogy miben tér el ez a csat a másik csattól. Például abban, hogy itt egy mondatot nem lehet végigmondani. Egy hét múlva ugyanezzel a formátummal jövünk, hétfőn pedig az eredeti, tradicionális csattal, viszontlátással. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!